Sziasztok! Ez itt a Sztáröltöző. Tudjátok, ez az a műsor, ahol kedvenc sztárbarátaimmal beszélgetek a munkájukról, életükről, titkaikról is, egyébként divatról, stílusról, és néhány jól irányzott szettel megpróbálom kibillenteni őket a komfortzónájukból is. Gyertek, nézzétek meg, hogy ki lesz a mai vendégem. Borbély Alexandra nehezen tudta elképzelni szlovákiai tinédzser lányként, hogy egyszer majd a Budapesti Színi Akadémián fog diplomázni, végül pedig mégis Európa legjobb színésznőjévé választották. Imádom, ahogy kacag, elképesztően sokszínű egyéniség, úgyhogy megpróbálom őt is egy picit kibillenteni a komfortzónájából. Mutatok neki red carpet ruhákat és egyébként nagyon casual, fiatalos, sportos stílust is. Sandra! Nagyon örülök, hogy itt vagy a kis szalonomban, és az foglalkoztat engem, hogy amikor néhány évvel ezelőtt kislánykorodban Szlovákiában játszottál, akkor voltak karaktereid, szerepálmaid? Nekem tudod mi volt? Nekem rongybabáim voltak. Én ellopkodtam az anyukám összes fakanalát és csináltam belőle rongybabákat, és azokkal játszottam. Mindig fontos volt, hogy én nagyon szerettem egyedül is lenni. Igen? Igen. Nagyon elvonultam a szobámba, és akkor vagy olvastam nagyon sok Rejtő Jenőt, meg a pöttyös fejezeteket, és mindig valahogy a fejemben volt a színház, vagy hogy írtam is ilyen kis darabokat, és akkor játszottam a rongybabákkal ezeket a kis darabokat. Rutka Éváról ugye azt mondják, hogy őt úgy szúrták ki, hogy már 3 éves korában úgy tartotta magát, mint egy királynő, és nagyon sok királynőt is játszott, és ilyen dívákat. De benned kiskorod óta, benned volt a királynő? Hogy emlékszel vissza magadra? Nem, szerintem nem volt épp, hogy nagyon nem volt önbizalmam, és szégyenlős voltam, és a Dominika, a húgom mindig sokkal bátrabb volt, nem félt semmitől, mai napig nem fél semmitől szerintem. Én voltam azt hiszem a visszahúzódóbb, és valahogy pont abban, amikor mondjuk a Besenyő családot elkezdtem otthon utánozni, meg kiálltam így a barátok elé, és így éreztem, hogy meg tudom őket nevettetni, akkor megbátorodtam, és így kezdődött ez az egész, hogy lehet, hogy valami közöm lesz a színészethez, mert ha én nekem is örömet okoz, hogy megnevettetek másokat, és a közönségnek is, akkor lehet, hogy érdemes lenne ezen az úton menni tovább. És akkor magyarul az első igazi vágyad az a nevettetés volt? Igen. És milyen érdekes ehhez képest, hogy nem játszom. Ezt akartam mondani, hogy nem igazán vagy egy komikának elkönyvelve, nem? Igen, és az Ervin mindig mondja, hogy olyan kár, hogy mindig csak a drámai vénádat használják, és hogy lehetne valahogy egyszerűen a felszínre hozni, általában mondjuk a... Mondjuk a Drakulicsban. A Drakulicsban hát egy kifejezetten egy ilyen szatirikus figurát csináltam. Hát ez nagyon jó lenne, ha majd ebből többet, de azt gondolom, hogy lehet, hogy majd a korral megjönnek ezek a szerepek is. Uh-huh. Ebben reménykedem. Azt mondtad, hogy szégyenlős voltál, visszahúzódó. Ez a külsőddel kapcsolatban is igaz volt? Igen. Szerettem a ruhákat, mindig érdekeltek a ruhák, ez azért van, mert anyukámat is mindig nagyon érdekelték, és viszont ott is az volt, hogy a Dominika csente el az anyubarátnőjének a magas sarkúját, mert ilyen pici nő volt, és a lába is, és akkor a Dominika már kiskorában hordta ezeket a magas sarkúkat. Én meg valahogy, mivel én nem tetszettem magamnak, Ezért azt gondoltam, hogy nem is akarok úgy tulajdonképpen így kihangsúlyozni a nőiséget, hát akkor még nem volt nőiségem, de valahogy aztán ilyen 14 voltam, amikor azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem is vagyok csúnya, vagy lehet, hogy... És magas is voltál, nem mindig? Magas és nagyon vékony. Olyan voltam mindig, aki... Mindig azt mondták, hogy el fog fújni a szél. Most már nem így van, de akkor nagyon, én nagyon vékony voltam egészen 17 éves koromig. Nem szerettem enni egyáltalán. És akkor azt mondtad, hogy 14 éves korodtól kezdtél el tudatosan
csinosodni, vagy csinosan öltözni? Igen, lett egy új barátnőm akkor, aki egy évvel idősebb volt, és akkor az sokat számított már, az az egy év kor különbség, hogy ő már mondjuk lakkozza a haját, és volt, patikában vette, emlékszem, hogy olyan alapozó, ami kicsit ilyen gyógynövény illatú, és akkor azt mondta, hogy ez nagyon jó pattanásokra is, ezért meg is engedte az anyukája, hogy pattanásokra használja, de bekente vele az egész fejét, és akkor én is bekentem, pedig nekem tényleg semmi nem volt a bőrömön. Soha nem is voltam pattanásos, szeplők voltak egyedül nyáron, és akkor én is kipróbáltam, hogy, hogy ezzel a nagyon vastag alapozóval bekentem a fejem, és vettünk olyan holdjáró cipőt, tudod, igen, akkor az igen, volt a divat, miniszoknya, és akkor azt gondoltuk, hogy úristen, de menők vagyunk, és sétáltunk vasárnap, akkor mise után sétáltunk így a... Mise után a traktortalpú cipőben. Igen, mentünk a focipályára, és akkor ott már így tudtam, hogy ki tetszik, és amikor már így az elkezdő, mondjuk én már aviban is tudtam, hogy ki tetszik. Az mindig egy ilyen központi kérdés volt nekem, hogy azért megyek mondjuk aviba, meg azért megyek suliba, mert valaki tetszik, és akkor ez inspirált. Valahogy, amikor éreztem, hogy valakinek mondjuk tetszem, lehet, hogy tetszem, akkor utána egy felbátorodtam, és ez ilyen nagyon lassan, mert én inkább biztos akarok lenni abban, hogy pozitív választ kapok. Nehogy elutasítást kapjam. Mert az elutasítást azt mindenképp kerülni akarom, ezért inkább csak biztosra megyek. Én egyre inkább azt gondolom, hogy azért benned, Máriából, ugye sok a Testről van. És lélekben című filmnek a főhőséből, akiért egyébként Európa legjobb színésznője díjat kaptad, azért benned van? Megvan ez a kicsit autista irány az is, hogy gyerekkorodban nagyon sokat szerettél magadba lenni, a saját kis világodat, színházadat megteremteni, addig szövöd a hálót a saját fejedbe, amíg aztán egyszer csak már a végeredményt kiteszed a világ elé, nem? Igen, igen, abszolút bennem van. Nyilván, amikor az Ildikó mondta, még amikor a forgatókönyvet olvastam, mert ugye egy másik szerepet... Enyedi Ildikó, vagy egy másik szerepet szánt nekem a pszichológusét, aki egy ilyen vagány, szexi nő, és akkor ott szó van a nőiességről, meg a dekoltás, meg hogy a férfiak hogy reagálnak rá, akkor egy abszolút biztos voltam benne, hogy de jó, és akkor mondta pont az Ervin, hogy nem gondolsz arra, hogy neked inkább a főszerepet kellene eljátszani? Szóval mondom, úristen, biztos, hogy nem, dehogy is. És amikor az Ildikó felvetette, és beszélt róla egy kicsit nekem, akkor így azt éreztem, hogy tehát ez a gyerek, Szandra. Ugye? Igen. Igen. És egyébként a filmben is, ugye a Testről és lélekben című filmben Máriának nagyon pontosan mindenre ki van találva. Tehát látszik, hogy egy ilyen minimalista világot visz, ugye a hősnő, de a gallér, a kis minta. A hajának a hullámzása, ahogy végigmegy a filmen, hogy az elején még zárt és szögegyenes, ez annyira szépen az Ildikó kitalálta, meg a Viktor, nagy Viktor, hogy kezdjen mozgásba jönni az egész nő. Téged a szerelem fel szokott itt szabadítani? Tehát a stílusodon is meglátszik, hogy te szerelmes vagy? Igen, igen. Szerintem akkor sokkal jobban hangsúlyozom a nőiségemet. Igen, mert te azért alapvetően, ahogy mondjuk a vörös szőnyeges megjelenéseidet látom, te nagyon hangsúlyosan használod a nőiességnek a jeleit. Igen, nagyon, nagyon szeretem, de tényleg kell hozzá nekem valami önbizalom, ami egy ilyen önbizalom löket, amit mondjuk abból, hogy most Pozsonyból jöttem, ott voltam egy filmes próbán, és ott voltam 3 napig, és valahogy az, hogy egy másik közeg, hogy annyira kedvesek voltak velem, és udvariasak, és közben nagyon jól dolgoztunk, és szóval nagyon pozitív dolgokat kaptam. Ettől már is van egy ilyen, van kedvem élni, van kedvem felöltözni. Nálam ez mindig nagyon függ attól, hogy bánnak veled. Hogy bánnak velem, hogy érek el sikereket a magán és a munkaéletben, hogy történik valami jó velünk, akkor valahogy ebből a szürkeségből mindig így hirtelen így kinyílok, azt hiszem. Könnyen sebezhető vagy? Nagyon. Igen, igen, és ezen próbálok dolgozni, mert nem lehet így élni. Ha már egyébként Pozsonyról beszélsz, én nekem van egy olyan gondolatom, de erősítsd meg, hogy igazam van-e ebben, hogy másképpen
állnak a nőkhöz, kezelik a nőket, másképpen használják a nőiségüket a nők Szlovákiában, mint Magyarországon, nem? Igen, akár szerintem az a szláv országokra jellemző egy, most is néztem, reggeliztem a szállodában, és akkor néztem ott az ablak mellett. Ahogy beasszálnak a lányok. És mindegyik valahogy annyira, és a magas sarkú, és egy hétfő reggel volt, és azt éreztem, hogy ez nálunk nincs, hogy valahogy ott sokkal fontosabb. De akkor te ebből elég sokat hoztál otthonról, nem? Hát remélem. Most például azt gondoltam, amíg ott voltam, hogy jobban össze kell szedni magam, mármint így külsőleg is, amikor majd elkezdtek ott forgatni augusztusban, mert valahogy nekem olyan példát mutatnak, és a nőiségben meg kifejezetten. Valahogy slamposság egyáltalán nem jellemző. Te akkor ezt a klasszikus női imidzset tartod fontosnak, vagy fontosabbnak magad számára is? Hát igen, de közben mindig nagyon-nagyon vonz, amikor az Eke Angie-val nagyon régóta vagyunk barátok, 14 éve nemzeti színház stúdiójában voltunk együtt, és ahogy például ő kitalálja magát, vagy összerakja a ruhatárát, az mindig nagyon tetszett, az eklektikussága, és az, hogy nagyon bátor. De mindig közben azt gondoltam, hogy az Angie-nak pont olyan alakja van, aki így minden jó, vagy hogy így mindent el tudok rajta képzelni. Még az Oltai Katánál van az, amikor így megnézem az ő öltözködését, az is olyan, hogy annyira imádom, és annyira tetszik, csak soha nem érzem magam elég kreatívnak ahhoz, hogy mondjuk én össze tudjak rakni egy ilyen szettet, de inspirációnak nagyon jó, vagy hogy nagyon szeretem azt, amilyenek ők. A Berlinálén, a Berlini Filmfesztiválon és nagy nemzetközi fesztiválon találtad magadat, ahol azért élő egyenesben Wim Wenders és a legnagyobb női sztárok is melletted ültek, mentek, jöttek. Változtatott ez valamit a te stílusodon, a saját magad nőiségéhez kapcsolódó viszonyán? Nem. Addigra már azt hiszem, amikor ott voltam, akkor már valahogy kiforrott az én stílusom, hogy úgy mondjam. Nagyon meg akartad mutatni a Berlinálén azt, hogy te milyen csaj vagy? Nagyon sokáig tartott, amíg elhatároztad azt, hogy mi lesz rajtad? Hát, mivel ebben te segítettél meg, ezért igen, emlékszem, hogy nagyon-nagyon azt akartam, hogy az, akit a filmben játszom, nagyon-nagyon ellentétes legyen azzal, amilyen én vagyok. Ez végül is egy marketing is, nem? Igen, hogy egy nagyon egyszerű karaktert egy színésznő utána nagyon ellensúlyozzon a saját megjelenésében? Hogy ő az, aki ezt csinálta? Igen, ez abszolút volt egy ilyen a fejemben, és az Ildikó is nagyon sokszor mondta, hogy úristen, ha majd meglátnak téged, hogy amúgy hogy nézel ki, és hogy ő ez neki is egy valahol egy ilyen dicséret, az, hogy nagyon sokan meglepődtek azon, hogy ő engem választott. Hogy ezt ki tudta hozni belőled? Igen, mert alapvetően nem így gondolnak rám a rendezők sem. És ha már arról beszélünk, hogy mennyi mindent rejthet egy színész személyisége, és mit lehet belőle kihozni, és mik a vágyai, ugye a humoros arca például, akkor azért hála Istennek a YouTube segítségével ezt meg tudod mutatni, ugye a drága Szentesi Évával, aki szintén ennek a műsornak is a vendége. Hogy jött ez az ökörködés? Mert ezt nem lehet másnak hívni, csak ökörködésnek. De még ebben is van egyébként egy nagyon jó példa, Vera Hityilova 100-szor szépek című cseh új hullám filmje. Hát az kb. Az, amit ti a YouTube-on műveltek. Igen, de jó, tényleg. Hogy jött? Úgyhogy a mi barátságunk az egy fiatal barátság, egy kb. 3 éves barátság, de mégis az elejétől azt éreztük, hogy ő elszakíthatatlan, hogy van valami olyan kémia, vagy valami kapocs, vagy valami, nem tudom. Hasonlóság, tőle, vagy pont az ellentét? Hasonlóság. Épp, hogy egyébként külsőre totális ellentét, de belül meg a humorban, meg abban, hogy mit szeretünk, még az öltözködés is. Még azt hiszem, hogy nem is volt olyan barátnőm, akivel ennyire egyezik az, hogy igen, most ha nincs nálam valami, akkor átmegyek a Szentesihez, mindegy, majd felveszem az övét. Ilyen még nem volt. Tényleg nem.
Még a húgommal sincs ilyen, mert ő nagyon, ő inkább ilyen, hogy is mondjam, oroszosabb. Te figyelj, és a zárkó, mert azért a zárkózottságodból hogy jött az, hogy egyszer csak egy ilyen YouTube őrültködés legyen? Mert az, hogy színésznő vagy, egy szerepeket veszel föl, oké, megértjük, tehát ez egy másik dolog, de a magánéletedben ez a visszafogott, kicsit elbújó attitűd, hogyan csapált abba, hogy na gyertek, akkor itt fölvállalom azt, hogy béna vagyok, nem értek a telefonhoz, egyáltalán nem értek a technikához, össze-vissza beszélünk. Pont azért szerintem, mert sokszor mondták nekem, hogy amikor elhívnak valami show műsorba, vagy interjút adni, akkor általában kapok ilyen visszajelzéseket, hogy úristen, de vicces vagy, úristen, neked ilyen humorod van, és akkor... Miért nem ismerjük ezt a szerepeken keresztül, és pont szerintem valahogy már annyira szerettem volna, hogy valami lásson ebből a közönség, hogy hát ha majd ezáltal inspirálódik egy rendező, kiad nekem egy ilyen szerepet, vagy megkeres, akkor valahogy egyébként szerintem ez a színészekben benne kell, hogy legyen egy bizonyos önmarketing, az, hogy mindig, ha tudod, és van rá helyet és helyzeted, akkor megmutatni azt, amilyen szerepet szeretnél majd a jövőben játszani. Amint nem úgy csinálunk, mint a Penelope Cruz, ahogy elmondta az egyik filmjének a sajtótájékoztatóján, hogy én szeretnék Woody Allennel egyszer forgatni, és utána eljátszotta a Vicky Krisztina, azt mondja, hogy nálunk azért ez nincs így, ez azért túl bátor lenne. Itt bemondhatod, létszeres, mondd el a kamerába, hogy kivel szeretnél dolgozni, hát ha meghallgatsz. Jó, akkor majd a végére kigondolom, jó? Ugye azt mondod, hogy egy színésznek saját marketinget is kell csinálnia, és ugye azt szokták mondani a stílussal kapcsolatban, hogy dress for impress, tehát hogy azért öltöz, hogy hatást gyakoroljál a külvilágra, olyan hatást, amit te irányítasz, illetve azt is szokták mondani, hogy öltöz annak, akivé válni szeretnél. És ugye ez egy színész szempontjából egy érdekes dolog, mert téged általában annak öltöztetnek, akivé válnod kell. Ugye én is öltöztettelek a Mellékhatás című sorozatba, egy értelmiségi ügyvédnővé kellett váljál. A magánéletedben használod ezt, hogy mindig egy kicsit annak öltözöl, amit szeretnél, hogy higgyenek rólad? Érdekes, nagyon fontos nekem, amit nem szeretek magamban, hogy ne legyek több, mint ami pont oda illik. Szóval, hogy én nem igazán feszegetem a... Nem, közben meg nem, de mégse érje szó a ház elejét, hogyha valami elegáns eseményre kell menni, akkor én valahogy nem tudom elképzelni, hogy én úgy menjek, hogy slendriánul. Nekem akkor tényleg azt muszáj teljesítenem, hogy akkor elegáns legyek. Az már, hogy mennyire mit teszek ki, vagy mit hangsúlyozok, az már attól is függ, hogy épp hogy érzem magam a bőrömben. Például az nagyon... Milyen a hangulatom, de nem tudnék nagyon ellene menni. Nem szeretek úgy, hogy most Jézusom, ez mi? Tehát azért inkább megfelelési kényszer is van benne. Igen. De én... Mert én tudom magamban, hogyha valaki mondjuk nem... Te megszólsz olyan embert, aki szerinted nem illik be a környezetbe? Nem szólom meg, de magamban gondolom azt, hogy most tényleg felöltözhetett volna egy kicsit. Azt elvárod, hogy az esküvődre miben menjenek az emberek? Nem, dehogy is. Nem. Fehér ruhában nem. Fehér ruhában. Na jó, hát kérlek szépen, ez már ugye azt már köztudott, hogy mennyasszony vagy, és az esküvőd is hamarosan megrendezése kerül, és mi is ott leszünk. Fehér ruhával ma nem készültem neked, főleg azért, hogy nagy véletlen az Ervi meglása, hogyha mégis... Jaj, nehogy. Viszont készültem egy csomó meglepetéssel, úgyhogy ha megengeded, eltűnök egy pillanatra, és hozom neked, jó? Jaj, de jó. Na kérem szépen, begördítem ide a londinereknek a kis kocsiját. Hölgyem, fáradjon ide. Hát először is nézzek a cipőket. Ó. Ez? Igen. Kérem szépen, Jimmy. Akkor válaszunk ehhez ruhát? Nem. Előbb ruha. Nem. Előbb a ruha? Előbb ruha. Volt már olyan, hogy a gombhoz választottad a kabátot? Volt.
És sikerült? Jól érezted magad? Vagy? Igen, igen. Kifejezetten van, és néha meg is adom magamnak, hogy mondjuk van egy sáv, vagy akkor egy karkötő, és akkor kipróbálom ehhez. Abszolút szoktam ilyenekkel kísérletezgetni. Ugye te egy nyártípus vagy, úgyhogy ezek a pasztelszínek, fagyiszínek, a világos kéket nagyon szereted, azt tudom, hogy ez nagyon jól áll neked, ez a vaníliasárga, púderszínek, bézsek. Milyen színt nem viseltél még soha? Nem mondom, mert akkor azt fogod rám azt? Nem! Amit nem szeretek, az szerintem van a narancssárgának több árnyalata, ami nekem nem áll jól. Az erős narancsot nem bírod, mi? Nem. És tudod mit? Nem még azt az iszonyú sápasztó, hát ilyen testszínű dolgok. Igen, igen, igen. Tudod miért? Azért, mert ugye mivel te nyártípus vagy, a meleg púderszínek nem állnak jól, az, amit te ilyen nagyon semmilyennek tartasz. Igen. A hidegebb, tehát például az ilyen orgonások, és púderből is inkább ezek a kicsit, nézzek, ez a gyöngyház, ami kicsit szürkés. Azt mondtad, hogy narancssárgát nem szeret, ez neked narancssárga? Nem bírod? Meg kell, hogy mondjam, hogy ez, mivel ez egy ilyen sárgás fény, én jónak látom. De nem, te nem szeretnéd magadon, ugye? Nem. Valamit kifigyeltél, mert látom a szemed, de... Ez kérlek szépen egy kismárk nadrág kosztüm. Szeretném felvenni. Szeretnéd felvenni? Nagyon. Jó. Egyébként szereted a fiúsabb dolgokat? Igen, néha belefér, igen, de közben sokszor érzem azt, hogy a zakó engem túlságosan ilyen ügyvédnős leszek tőle, valahogy ilyen merevebb, és inkább puhítani kell engem sokszor. Na hát ezzel a kis barokkos flitter díszítéssel szerintem ez abszolút működik, úgyhogy akkor nézzük meg ezt rajtad, viszont akkor nem ezzel a cipővel, mert ez már nagyon durva lenne így együtt, de nézd csak, a gyöngy meg a fekete az viszont szépen passzol egymáshoz. Egy Jimmy Choo és egy kis Mark mehet? Igen. Nézzük meg. Kérdezed, hogy én most jövök Velencéből, a Papadopoli palotából, a Gran Canale partjáról, hát ott ebben a szedben nagyon el tudnálak képzelni. Én is nagyon el tudnám magam képzelni ott. A filmfesztiválon? Igen. Ott még nem voltál? Nem. Jaj, de jó lenne. Szeretnénk felhívni a kedves Velencei Filmfesztivál szervezőségét, hogy a szettünk megvan már hozzá. Kismárk a fantasztikus ENSZ galériából származó csodálatos kézzel készített ékszerek. És ha azt mondtuk, hogy a gombhoz a kabát, akkor a következő szethez én mutatnék még egy ilyen statement ékszert, mert te szereted a nagyobb darabokat, hangsúlyosabb darabokat néha. Néha. Ugye? Néha, de akkor nagyon. Na most ebben tudom, hogy egy picit látod a narancssárgát, de azért ebben a bézs, ez a szürkés bézs dominál, hogy nekem két opcióm van, nem akarok befolyásolni. Ugye színben ezzel nézhet ki jól, vagy ugye mondtuk a narancssárga. Legyünk bátrak, Márk. Menjen a narancssárga. Ez egy menő csaj. Hát nem értem, kapta meg az Európa legjobb színésznője díját. Úgyhogy akkor legyen ez, oké? Okay? Legyen. Legyen. Tessék. Megvan az új szettünk. Mert nagyon kíváncsi vagyok, mert most ezzel a kis narancsos árnyalattal azért kihoztunk a komfortzónádból. Nagyon. Megfigyelted a tükörbe magad a folyosón? Igen, nem tudom, te mit gondolsz már, hogy hova vehetném ezt fel? Én azt gondolom, hogy ezt például, ennek az a zseniális előnye ennek a Nanuska szetnek, hogy a szoknyát fölvehetnéd egy farmer jackivel, vagy egy bird jackivel és egy atlétát, val ezt a kis szatén blúzt fölvehetnéd egy farmerrel, akár egy sorttal nyáron, vagy egy tök más színű szoknyával, így meg egy koktél alkalomra. És az a zseniális ebben, hogy ez úgy narancssárga, hogy közben ez is egy ilyen sanzsán anyag, tehát aranyba, sárga, vaníliába, pont abban a vaníliába játszik át, amit szeretsz, tehát gyakorlatilag nem a narancssárga érvényesül, hanem egy ilyen nagyon különleges kombináció, úgyhogy nekem nagyon tetszett rajtad. Igen, jó. Örülök. Meg tudnál barátkozni ezzel? Nem tudom, nem vagyok benne biztos. De úgy, ahogy mondod, hogy mondjuk csak a szoknya valamivel, úgy lehet, hogy igen. Tehát külön, tehát ne egybe full, hanem megtörni színekben. Igen. Na, igen.
Hát ez is egy nagyon jó styling tip, hogyha valaki egyben hord egy két részes összeállítást, akkor ezt föl lehet darabolni, föl lehet törni, és nagyon sokféleképpen föl lehet venni. Kedvenc férfi színészed? Vincent Cassel. Kedvenc magyar terveződ? Kata Szegedi. Kedvenc italod? Citromos víz. Hova utaznál el most? Olaszország. Mit mondanál egy UFO-nak? Szeretlek? Készültem valamire. Nem mondod? De valami olyan dolgot kell most kipróbálnod szerintem, amiben még nem volt részed. Csak nem egy szoknyát, mert abba volt. Nem. Na nézzük. Jó. Szabad már? Szabad. Szerinted ez mi? Színdarab. Film? Film. Magyarul? Nem. Szlovákul? Ne! És te felfogod velem? Ne! Felfogod velem olvasni, jó? A szerelmi jelenetet. Jó. Jó? Jó. Én leszek a lány? De szlovákul kell, amelyik akarsz. Mert... Figyelj, mivel úgysem fogom tudni, hogy melyik a fiú, teljesen mindegy, hogy melyiket olvasom. Megnézzük, hogy milyen a szláv nyelvekhez való érzéked, jó? Jó. Kíváncsi vagyok rá. Oké. Okay. Én vagyok Dusan. Igen. Az a pasi, ugye? Az a pasi, és te vagy Marika. Én vagyok Marika. Jó. Marika. Na ez most azért nagyon jó, mert ugye azt mondtad, hogy marketing. Én most ezt felolvasom, és ha jól sikerül, akkor nagyon várom a szlovák rendezők meghívásait. A pozsonyi és egyéb filmek, Banská Bystricára. Ó, már biztos, hogy menni fog, én úgy értem. Én innen kezdem, a narancsárga vagyok én. Nem, én kezdem, jó. Én vagyok a Dusan. Hú, de sokat beszél a Dusan. Jó. Ne haragudj. Jó. Na, és akkor mehet. Jó. Akato tomu nadávate čibort? Čibort? No tak, ma zavrite a dajte uspokoj. Ja by som si taký čibort rád obrobil. Obracač už mám. Cinege fél a mačkától. Ale nazom sa platí vopred. Je vám jasné? Nagyon jó. Nagyon jó. Van, akik nem is a betűkön is már elakadnak, a zsö, meg a, tudod, ezek a lágyítójá. Hát nagyon büszke vagyok magamra, és nagyon büszke nagyon vagyok. Nagyon jó Marika voltál. Nagyon jó Marika voltam, és én meg nagyon büszke vagyok rá, hogy rádadtuk ezt a narancsárgát, és nem ájultál el tőle. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Szandikám. Nektek pedig azt mondom, hogy lehet, hogy szlovákul, lehet, hogy csehül, de lehet, hogy magyarul, folytatódik a Sztáröltöző, úgyhogy nézzétek meg a következő epizódot is, mert legalább egy ugyanennyire fantasztikus vendéggel várlak titeket. Hello! Sziasztok!